És akkor megkezdődött a felvezetőkör, az MAN felvezető kamion segítségével. Most már elég egy kamion, és ugye ki fog állni a kör végén, nem fogja bekanyarodni a célegyenesbe, mint anno 25 illetve 30 évvel ezelőtt, amikor úgy gondolták, hogy egy jó sportautó az majd elgyorsul a kamionok elől, és egészen az utolsó pillanatig előttük haladhat. Hát ez hamar megdőlt, akkor le kellett rongyolni a fűre menekülésképpen. Most pedig így egy kamion is megteszi, sokkal stílszerűbb, mint egy bármilyen sportkocsit odaállítani. A mezőny végén egyébként egy BMW 135i halad, és jelentősen leszokott maradni a versenykamionoktól, tehát ez a tempójukat jól jellemzi, hogy egy 135-ös BMW-t könnyedén vernek ezek a kamionok. Kis Norbi tehát a 8. helyről rajtol, az első két pozíció viszont két hölgy, Stephanie Hahn és Ellen Lohr. És amint Ellen Lohrt megkérdeztem, ilyen reméljék, soha nem volt példa a kamionversenyzés történetében, hogy a pole pozícióból, illetve a második rajtkockából egy-egy hölgy vágjon neki. Meglátjuk, hogy meddig tudják tartani ezt a pozíciójukat. Kis Norbertnek nem lesz könnyű dolga, hogyha előre akar jönni, mert olyan pilóták vannak előtte, mint Adam Lackó vagy Johan Hahn, de ez a verseny is, ahogyan az előző repülő rajtal indul majd, ott pedig azért egy picit talán könnyebb előzni, könnyebb pozíciót szerezni, mint hogyha álló rajtból kellene elindulni ezekkel a hatalmas nagy gépekkel. Fölveszik majd a célegyenesre fordulva a pozíciót, tehát egymás mellé kerülnek a kamionok szépen párban, ahogyan fölállnának a rajtrácsra, és úgy indulnak neki a 11 körös versenynek. Most annyival rosszabb, illetve kellemetlenebb Kis Norbi helyzete, hogy nem pontosan ő diktálja a sebességet. Ugye a szabályok meghatározzák, hogy milyen tempóval lehet a rajtvonalat megközelíteni, de egy pici szórás ide-oda azért ebben lehet, ez nem annyira szigorúan meghatározott dolog, mint a 160 km/h sebességlimit. Például Norbi az előző rajtnál hajszál pontosan tudta, hogy mi az a legideálisabb motorfordulatszám az adott fokozatban, ahonnan ő a legjobban tud majd elrugaszkodni. És annyival is úgy közelítette meg a rajtot. Most neki kell alkalmazkodni a többiekhez, de mint ahogy a rajtrácson az utolsó pillanatban, amikor még bent lehettünk, kamerával, mikrofonnal elmondta, néhány pozíciót azért már az első kanyarban fogni szeretne. És itt van a rajtrácson, ha az utolsó helyen is Antonio Albacete, aki az első verseny első körében kiesett egy ütközés után. Itt van velünk ő is, úgyhogy mind a 14 kamion felsorakozott a versenyhez. Igen, miután csinált egy 360 fokos fordulatot, illetve csináltattak vele egy 360 fokos fordulatot, kigyulladt az olajnyomási jelző lámpája, és inkább megállt, mintsem, hogy kárt tegyen a drága versenymotorban, de mint kiderült, igazából csak vakrárma volt, nem történt meg hibásodás, így most a rajta tudott állni, igaz az utolsó pozícióban, de ott van a rajtrácson, ott van a mezőnyben, a felvezető körben, és szerintem tőle is láthatunk néhány szép előzést. Az eddigi teljesítményét, illetve a mai, illetve a tegnap elért időeredményt figyelembe véve néhány versenyzőnél jóval gyorsan. Már csak három kanyarban vissza a rajtig. Felveszik a rajt pozíciót, a kettes osztopot a versenyzők. Elől a két úgymond lány. Már amennyire őket annak lehet nevezni, egyikőjük sem olyan nagyon fiatal, már főleg Ellen Lohr már jó néhány szakákban jó néhány versenyivadot lehúzott. Egyébként Norbi mellett, Norbi autója mellett éppen Adam Lackó autózik, tehát gondolom már kettejük között is meglehetősen szép csatára számíthatunk. Igen, előtte pedig ugye Norbi előtt Johan Hahn, majd a másik oldalon David Frisecki, ott van Franki Vojtisek, illetve Antoni Janiecz még, aki a harmadik pozícióból várja majd a piros lámpák kialvását. Még egyelőre előttük van a felvezető kamion, most fog majd a box utcába kihajtani. Utolsó pillanatban. Minden esetre bízunk benne, hogy Norbinak sikerül azért átverekedni magát a mezőnyén, mert idén már megcsinálta ezt. Remélhetőleg most is sikerülni fog majd neki, bár itt a Hungaroringen azért mindenképpen nehezebb előzni, de ezt már nagyon sokan elmondtuk. Nagyon sokszor elmondtuk mi is, meg előttünk is már nagyon sokan elmondták, de hát innentől kezdve a versenyző kiapályban. És akkor piros a lámpa. Célegyenesen ráfordulásnál Norbi hagyott egy kis teret maga előtt, hogy legyen helye kigyorsítani. Elől már megy a helyezkedés. Janiecz próbálkozik belülről, Stephanie Hahn nagyon jól tartja a belsőjét, mellett Ellen Lohr, kívülről Wojcicek, egészen belül pedig Adam Lackó. És Norbit kiterelték a bukótérbe, de vissza tud jönni és tudja folytatni.
szerencsére már aszfaltozottak a Hungaroring bukótere, így nem járt jelentős pozícióvesztéssel. Most a két Freightliner már lehet látni, hogy hogy fogják a pozíciót, mennyire fogták ne lehessen mellettük elmenni. A 8.-9. helyért harcol most Kis Norbert. Igen, előtte most éppen Franky Wojcicek halad. És Stefani Hám már egy négy kamionos előnyt is kiautózott. Ellen Lohr előtt, tehát a két hölgy maradt elől. Egy-két alkatrész elmaradt itt a célegyenes végig kanyarban. Idén egyébként ezt is nagyon szigorúan veszik, sőt már tavaly szigorúan vették, hogy lifegő lógó alkatrészekkel a balesetveszély miatt nem lehet tovább haladni. Ki kell állni a box utcába, és a szerviz csapatnak le kell rángatnia, le kell tépni a lógó alkatrészeket, és csak úgy folytatható a versenyt a kamion. Továbbra is Stefani Hahn az élen, Ellen Lohrt Anthony Lemiec üldözi, mögöttük Franciszek Wojtyszek, David Wyszecki, Johan Hahn, Adam Lackó és Kis Norbert is csak a 8. helyen megőrizte a rajtpozíciát, mögé viszont a 10. feljött Sasha Lenz, és René Reinhardt visszaesett a 10. pozícióba. Antonio Albacete is az utolsó helyen tartotta még magát a kör végén, de most már ahogy látom az élőképen így már kicsit előrébb van. A két Baggira, Freightliner motoros Baggira is vív egymással. Kis Norbert, jól látom, akkor kívülről próbálja előzni Johan Hahnt. Ha sikerült mellette maradni, akkor a célegyenes fordító kanyarban már ő lehet belül, de nem, Hahn egy picit előrébb tudott kerülni. Ő volt jobb helyen, és az ő orrából hiányoznak alkatrészek, valaki ületszik összealkathatott, és a sportbírókat szedték össze. Na nézzük akkor az első kör után, Stefani Hahn vezet, Ellen Lohr, Anthony Jeniek, David Wyszecki, Adam Lackó, Johan Hahn és Kis Norbert előtt a 7. helyen van tehát a magyar versenyző. 4,9 másodperc a hátránya az első helyezethez képest, és Stefani Hahn kicsit meg is lógott, hiszen már 2,2 másodperccel vezet Ellen Lohr előtt. Kis Norbert is bent tudja tartani, nem? Kiengedte Yves Reeves is, utána gyorsult Hahnnak. Nem volt akkora a sebesség különbség, hogy belül megtartsa az autót és előrébb kerüljön. Szemmel láthatóan gyorsabb Kis Norbert, mint Johan Hahn előtte, de előzésre még egyelőre nem került sor. Szinte tolja le maga előtt a háromszoros Európa-bajnokot. Az egyszeres Európa-bajnok, aki éppen úton van a második címe felé. Stefani Hahn lila szektort futott, tehát ő volt a leggyorsabb az első szektorban, ugye előtte tiszta a pálya, ő a saját tempóját tudja futni, míg a többieknek körülötte az előttük mögöttük levőkre is figyelni kell. Kis Norbi megint benézett a sikánnál levő féktávon, majd egészen rádobta a hurkára a kamiont. Ez azért a személyautókból kialakított versenyautókat, a formautókat jelentősen megdobja, hogy a kamion egy kicsit megbillant tőle. Nézzünk így esélye Stefani Hahn az élen tehát. Senkitől sem zavartatva, mert ő is Ellen Lohrtól. Elhúzik az élen, második helyen Ellen Lohr, utána Lennyec üldözik, de rajta van szorosan rajta van, tehát David Wyszecki, majd Adam Lackó, Johan Hahn és Kis Norbi következik. Mindenki volt is egy pici kilen alatt már mögöttük. Lehel egy üres tér. Kis Norbinak közel 2 másodperces előnye van már Fentisek Vojtisekkel szemben. Ez mint a lökhárítón fordult. Igen, úgy látszik, hogy Norbi átvette Hahnnak a stílusát, hiszen ez Hahnnak az erősség, hogy ilyen pár centiméteren megy a másiknak az ütközőjén. Norbi úgy látszik, most lehet ezt elég. Most a célzénes bejáratánál nagyon kemény van. Nagyon jól ki tudott tudni. Nagyon szépen beengedte Norbi az autót Hahn mellé. És most Hahn kezdi el letolni Norbit majd a célegyenesben. Hiába tudott célárnyékot fogni, a 160-as limiter az véget szab a száguldozásnak, és egyszerűen nem tud gyorsabb lenni. És az első kanyarhoz Norbi van jobb pozícióban, a belső íven. És tisztán meg is van. Tehát ez az előzés akkor most már talán kipipálható. És most jön majd a nehéz dió, a két Freightliner. De még ugyanúgy Hahnra figyelni kell, mert ő most hátulról a külső éven próbálkozik. Így Norbinak egy picit szűkebben kell kezdeni ezt a balos fordulót, a kettes kanyart, ami ezen a kameraképen annyira talán nem is látható, hogy egy nagyon
kifelé lejtő kanyar, amelyiknek nem lehet egyszerűen látni, bár a kamionban picit magasabban ülnek az emberek, mint a túrakocsiba. De nagyon nehéz látni, hogy hova is kell fordulni. Egyszerűen tudni kell, hogy meddig kell, meddig szabad, meddig érdemes az adott szituációban kiengedni az autót. Ha egyedül megy az ember, akkor egyébként nem feltétlenül kell teljesen a széléig kiengedni, hogy jó legyen a hármas kanyarra való ráfordítás. És miközben mi Norbi előzését néztük, az élen Stephanie Halm a második kör végére már egy 2,8 másodperces előnyt épített ki Ellen Lorral szemben, aki mögött Anthony Jeselnik is 1,2 másodpercre le van maradva, tehát itt az első három egy picit kényelmes távolságra követi egymást, viszont pont az a boly követi őket, amiben Norbi is benne van, tehát Vreshecki, Lackó, Kis Norbi és mögötte Johan Hahn. És Lackón Kis Norbi nagyon rajta van, a sikánnál az azt következő kanyarokban szinte lokáritól lokáriton fordulnak. Itt is látszik, hogy Kis Norbi gyorsabb, mint a Bagirás versenyző. Nagyjából ugyanazt a tematikát csinálja, mint ahogy Hahnt megelőzte, tehát mindig közel próbál meg hozzá utózni, és egyébként mindenképpen el kell mondani, hogy két cseppi a Bagirás egyébként rosszabbul viselik ezt a nyomást, tehát elképzelhető, hogyha sikerül ezt, és egyébként ahogy látom Norbi ezt nagyon-nagyon professzionálisan csinálja, hogy tényleg centiméterekre ment az előbb is az ütközén, kihozni őket a sorúkból, akkor elképzelhető, hogy már be tud ugrani valamelyik autó mellé, és hogyha benn van mellette, akkor kis szerencsével annyival már jobban gyorsul talán az MAN, hogy meg tudja őket fogni. Egyébként a Freightlinerekbe kamondi. Ugyanaz a így van. Forgatókönyv most nem jött be ebben a körben, pedig Adam Lackó kifejezetten szélesen kezdte a célegyenes ráfordítót. Picit messze volt hozzá Norbi, hogy be tudjon szúrni. Különböző teóriák vannak, hogy honnan is kéne kezdeni ezt a kanyart. Lehet, hogy még egy előzést láthatunk, amikor David Vreshecki Anthony Jeselnikot előzi meg a célegyenes vége felé, illetve a végén a féktávon. Már közöttük is lehetett valami összeérés, mert Vreshecki-nek is a felső lokáit egy picit furcsán áll. Még ez is egyébként Kis Norbi malmára hajthatja a vizet. Most éppen Jeselnik megütötte a markert, igen, bár kiterelték. Az 1-es, 2-es és a 7-es rajtszámú autókamion is kapott fekete-fehér zászlót, tehát utolsó figyelmeztetést, tehát Kis Norbi, Johan Hahn és René Reinhardt is. Ők a csata hevében elképzelhető, hogy egy ilyen markert elütöttek, vagy jobban lesodródtak a pályáról, mint az engedélyezett lett volna. Anthony nagyon visszaesett, mindenki elment mellette, tehát mind a két bagira is, most már Kis Norbi is elment mellette, most éppen Johan Hahn szorult be Jeselnik mögé, tehát Kis Norbi egy újabb pozíció előrébb lépett. És ő ugye a harmadik helyről csúszott vissza, tehát nagyon sok helyet veszített hirtelen. Igen. És Norbi tehát még mindig Adam Lackót üldözi. De már a negyedik helyen van, ha jól számolom. Ötödik, bocsánat. Meg egyébként vigyázni kell a fiúknak, mert innentől kezdve a következő penalti marker az már gorombár büntetés, hiszen akkor már el kell hajtani a rosszat. Stephanie Hahn nyugodtan autózik az élen, mögötte Ellen Lorr, és utána már a két bagira jön. Végül is egy fiadal Mackó és Kisnorbi sorrendben, amit a Kisnorbi természetesen van. Egyébként a bagiráknál saját fejlesztési motorokról beszélünk. Annyit tudni kell róla, hogy Camaré dízelmotorok dolgoznak bennük, és ezeknek egy picit szélesebb a nyomaték és a fordulatszám tartománya is. Tehát vannak olyan kanyarból való kigyorsítási pontok, amikor ezzel tudnak egy kis előnyt szerezni. Az egyenesekben azonban már nem biztos, hogy okvetlenül jobb lesz. 160-ig elképzelhető, hogy az MAN jobban veszi majd a lapot, és hogyha egy picit be tudja dugni Norbiába, és ott valahogy mellébe tudnál sikerű pozíciót is szerezni vele. Tehát egyelőre most a vonatozás zajlik. 7 kör van még hátra a versenyből. Stephanie Hahn vezet 4 körrel a rajt után 4,06 század másodperces előnnyel. Ellen Lorra második. David Vreshecki a harmadik, 4,9 tizedre van levaradva Stephanie Hahntól, Adam Lackó a negyedik, Kis Norbert pedig az ötödik helyre jött föl a nyolcadik rajtpozícióból. Anthony Jeselnik összeszedte magát, Johan Hahn egyszerűen nem bír vele, ők már nem tud úgy megelőzni, mint az előző versenyzők, a korábbi versenyzők, hogy elmentek mellette a két bagira, illetve Kis Norbi. És ennek köszönhető egyébként már mint Jeselnik visszaesésének, hogy Kis Norbi az ötödik helyen áll.
Antonio Albacetésbe van szorulva egyébként az előtte menő két versenyautó mögé, tehát nagyon nehezen tud csak ott előre harcolni. Még messze a vége, de hogyha... És egy Bagheerával kevesebb, aminek az olaj, lehet, hogy egy olaj is elfolyt belőle, így van, nyomot is húzott, hagyott a bukótérben, amin Antoni Janjec megcsúszott, és ő is a bukótérben tudta csak elkerülni azt, hogy ne pördüljön meg, kiengedte az autót, de ez azt jelenti, hogy kis Norbi még egy pozícióval előrébb lépett. És ugye a 33-as, tehát David Brzezinski ott van, tehát akkor Adam Lackó volt az, aki a bukótérben végezte. Nem, ez csak a két bagira, így messziről egyformán állítani. Kis Norbi most egy picit ennek a kavaradásnak köszönhetően leszakadt az egyetlen megmaradt bagirától, de már egy másfél kör is biztos, hogy megint ott lesz a nyomában. Érezhetően gyorsabb Lemánynál. Igen, és a saját tempóját tudja autózni, egy bizonyos saját tempóját tudja autózni, miközben David Brzezinskit Alain Lorrain jelentősen feltartja, de annyival nem gyorsabb a cseh versenyző, hogy megelőzze a német hölgyet. Egyelőre, de még most sem ebben a célegyenes a fordítókanyarban sem bőjön elő, viszont Norbi sokkal szűkebben kezdte ezt a fordulót, és így közelebb is tudott hozzájuk lopózni. Nem is kellett másfél kör, hogy utolérje őket, fél kör is elég volt igazából. Már is otthon mögöttük, innentől kezdve, hogy áthaladtak a célvonalon, mindenki ugyanazzal a sebességgel haladt le, 160 km/h-val. Eleanor védi a belső ívet, de az azt jelenti, hogy nem tud olyan jó féktávot venni, és nem tud olyan jól fordulni, mint Kis Norbi, aki egyedül van most jelen helyzetben, és ennek a pozíció harcnak, ami előtte zajlik, még ő lehet az abszolút nyertese, ugyanis ő sokkal közelebb tudott mind a kettőjükhoz kerülni most, pár ugye két versenyző egymás mellett van. Picit össze is koccantak. Picit is koccantak, így van, de végül is Brzezinski meg tudta előzni Eleanort. És ezzel följött a cseh versenyző a második helyre. Norbi előtt pedig már a dobogó rohan gyakorlatilag Alain Lorrain személyében. Tehát most ennek a pályának arra a szakaszára, ami föl van kenve olajjal. De sikerült ezen különösebb megingás nélkül áthadnunk, és Norbi szerintem a sikán féktávján megint be fog szúrni egy versenyzőnek, most pedig egész nem másnak, mint Alain Lorrainnak, így van meg is előző, és már is a harmadik pozícióban. És tisztán fel is jött a harmadik helyre. Van, a közönség is óriási ovációval fogadta ezt, ők is ugyanezt látják, amit önök a kivetítőn, úgyhogy... Stephanie Halm pedig továbbra is vezet, 4,7 másodperc volt az előnye az előző kör végén, de akkor még Alain Lorrainnal szemben, aki azóta már visszaesett a negyedik helyre. David Brzezinski pedig gyorsabb volt, mint Alain Lorrain, tehát valószínűleg ez a távolság, az időkülönbség, ez csökkenhetett valamelyest. Kérdés, hogy elég lesz-e a verseny végéig, hiszen 6 kör van még, 5 és fél kör van még hátra. Itt az is kérdéses, hogy Norbi mennyire tud följönni még Brzezinskire, mert ott is egyébként a 6 kör alatt meg tudja előzni, és mondjuk egy még komolyabb dobogós helyezéssel folytatja a győzelmet. Norbi neve mellé még egy adatot fölírhatunk, nevezetesen azt, hogy a versenyben ő futotta eddig a leggyorsabb kört. Ez is azt mutatja, hogy Norbi MAN-je, és ő maga is nagyon jó formában van. Picit szétszakadt most a mezőny. Stephanie Halm vezet, David Brzezinski hátránya 3,5 másodperc a második helyen. Kis Norbert a harmadik 5,1 másodperces hátránnyal Stephanie Halmhoz képest. Ez azt jelenti, hogy másfél másodperc a hátránya a cseh versenyzővel szemben. És hátrafelé már nem nagyon kell figyelnie, mert Alain Lorrain jön mögötte, akit ő már megelőzött, és aki mögött majd Johan Hahn következik. Miután Johan Hahn megelőzte Janjecet, azóta nem igazából csökken a különbség az előtte haladó versenyzők között, tehát a háromszoros Európa bajnok nem igazából gyorsabb most az őt körülvevő előtte és mögötte haladó ellenfelénél. Sportbírók tartják a sárga-piros-sárga csíkos zászlót, ami azt jelenti, hogy csúszós az út van, olaj vagy más folyadék folyt ki, vagy más anyagtól vált csúszósra a felület, még a sárga zászló is be van lógatva.
Adam Lackó kamionja miatt. Ez azt jelenti a versenyzők számára, hogy valamilyen akadály, ha nem is a pályán, de a pálya közelében van, ami óvatosságra inti őket, amit nem teljes tempóban haladhatnak. Ha jól látom a kamera képét, bár az lehet egy picit torzít, Norvint, hogyha megint közelebb került volna David Üriseckihez. Igen, egy kicsit felzárkózott a cseh versenyzőre. Az előző több mint másfél másodperces, 1,6 másodperces hátrány a szemmel láthatóan kevesebb. Most meg figyelni a szektorüdőket, mert minden végre a második szektornak, hogy abban ilyen időkülönbségekre is tették egymást képest. Az első szektorban Kis Norbert lila szektort futott, tehát az ővé volt a leggyorsabb az egész mezőnyből, 49.8-at futott, 50,1-et futott Krösecki. Tehát ott 0,3 másodpercet hozott rajta, a második szektorban pedig 53.8-at futott Kis Norbert és 54.3-at Röseczky, ami azt jelenti, hogy újabb 0,5 másodpercet hozott a cseh versenyzőn, tehát 0,8-et hozott és fél kör, 3-4 kör alatt. Röseczky megint elrontotta a 12-es kanyar, 13-as kanyar féktávját, úgyhogy Norbi megint sokkal közelebb került hozzá, de a 14-es kanyarban még nem sikerült megelőzni, nem sikerült bebújni mellé, úgy ahogy már többször is. A célegyenesben nem várható jelentős távolság csökkentés a két versenyző között. Stefanie Halm vezet továbbra is, ugye 7 kört teljesített eddig a mezőny, az előnye David Vreseckivel szemben 2,4 másodperc, még Kis Norbert 3,1 másodpercre maradt le, tehát 7 másodperc volt a hátránya a célegyenesben Vreseckivel szemben, és Kis Norbert ismét megfutotta a verseny leggyorsabb körét. A 8. kört teljesíti most a mezőny, az azt jelenti, hogy valamivel kevesebb, mint 4 kör van hátra a Kamion Európa Bajnokság második Hungaroringi idei versenyéből. Nekem úgy tűnt, hogy Kisnagy az egyes kanyar kiáltánál egy picit lemaradt volna Ruszecki mögött, de most már megint ott van mögötte. Picit Norbi autójának a jobb eleje, alja is lifeg, ő is összekoccant valakivel a tömegben. Igen. Közben Ervin Krengelvort forgott meg a célegyenes végén, majd állított egy nagyobb gázadással irányba a kamionját az aszfaltozott bukótérben. Kis Norbi ismét Ruszeckilök hárítóján a sikánban. És még közel 3,5 kör van hátra ebből a futamból. Hát a Norbi a végére tartogatja a támadást, hogy az egyszerűen megyen el egy előtt, és ebben visszamegy. Most annyira közel megy hozzá, hogy erre mondják azt, hogy beakasztotta a kampót. Rohan Hahn egyébként elég nagy lemaradással a záróboly tagjaként küzd. Egy kis pozícióért, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem tud előrébb jutni. Tehát nála sem aztán most ez a taktikai ráragad, de a másikra megtanulja, hogy az életét megkeseríteni és belekényszeríteni valamilyen vezetéstechnikai hibába. Tehát Hahn, aki Norbinak szintén nagyon van találni a pillanatban, hátrébb szorulva, lényegesen nem maradva követi csak az érbolyt. Johan Hahn, aki a világbajnokságon a harmadik helyen áll, most ilyen pillanatban a versenyben csak ötödik, miközben Kis Norbert harmadik, és a másik nagy ellenfél, Európa-bajnoki ellenfél, Adam Lackó, aki a második helyen áll jelen pillanatban az EB összetetben, ő már kiesett a versenyből, tehát ő most biztosan nem szerez pontot. Kis Norbert a célegyenes végén megint egy picit kidugja a kamion, megmutatja, hogy itt van. Kérdés, hogy tud-e rövidebb féktávot venni, mint Vreseczky, de inkább visszasorol mellé, inkább csak megmutatta magát, hogy itt van, egy kicsit az egyenesben próbálta szélárnyékból kijönni, egy picit hűteni az autót is, meg talán magát is. Illetve pszichológiai nyomás alá helyezni versenyzőtársát, miközben ők itt egymással úgymond el vannak, próbálják lopkodni a távolságot az egyik a másik elől, egyik növelni, a másik csökkenteni. Szépen lassan fölzárkóznak Stefanie Hahn mögé, ő is már lassan olyan távolságba kerül, hogy szinte az előzést is meg lehet majd fontolni, talán még a verseny vége előtt is. A célegyenesben 1,1 másodperc volt mindössze David Üriseczky hátránya Stefanie Halmhoz képest, úgyhogy a verseny végére igen, valóban utolérik a hölgyet. Kérdés, hogy tudnak-e majd előzni akár Üriseczky, akár a mögötte lévő Kis Norbert. Ugye a Hungaroringen elég nehéz feladat előzni, kamionnal sem lehet könnyű, ami ugye azért elég nagy vas, ráadásul korlátozott végsebességgel.
de hát láttuk már, hogy Kis Norbert is a 8. helyről fölküzdötte magát a 3. pozícióba, tehát azért előre lehet jönni, hogyha az ember nagyon akar. És rendelkezik a hozzászokás és kompetenciákkal is természetesen. Na igen, ez is fontos szempont. Most úgy gondolom, hogy Norbi több helyet is kinézett magának, ahol akár megelőzheti David Ryszeckit, csak még egyelőre nem élt ezekkel a lehetőséget. 2,5 kör van hátra, tehát valamennyi ideje még van, hogy ezt megtegye, ha nem is túl sok. Egészen pontosan nagyobb a cél van a nyolta. Nem tudom, jól láttam, de nem úgy néz ki, hogy egész jó pozíciónak volt az előtt, hogy nem sikerült neki az előzést a szemvég rajtani, hogy utána tudjon nyomulni a többieknek. Közönség is feszült figyelemmel figyel az eseményeket, miközben a második-harmadik helyezettek már egészen a Kloholnak, Stephanie Hahn nyakán. Igen, az első három már itt szemre azt mondom, hogy ilyen 1,6-on belül van. De majd mindjárt átmennek a célegyenesen, és akkor igen, Sanyi jól célvonalnál látni fogjuk. Én jól láttam, akkor Johan Hahn megelőzte Ellen Ward, majd mindjárt kiderül a célvonal időmérésnél. Stephanie Hahn vezet, David Ryszeckij hátránya 6 másodperc, Kis Norberti 1,3, tehát 1,3 másodpercen belül van az első három helyezett. Ez úgy van, Johan Hahn megelőzte Ellen Ward, most az időmérő is ezt mutatja, night timing. És ezzel följött a háromszoros Európa bajnok a 4. helyre. Minden esetre Stephanie Hahnnak, hogyha nem jön valamilyen műszaki hiba, vagy valamilyen vezetés technikai hiba közben, akkor nagyon az igaz fél. Ja. És hát akkor bő másfél, közel 2 kör van, hát inkább 1,3 arra, hogy Norbi mondjuk David Ryszeckit megelőzze. Stephanie Hahn pedig nem sok hajlandóságot mutat arra, hogy elengedje bármelyik versenyzőt is. Tehát próbálja megőrizni az első helyet. Teljesen jogosan van ott, tehát... Így van. Nem lekörözésről, vagy bármi ilyesmiről van szó, hanem itt szigorúan pozíciókért és pontokért megy a harc. Egy kicsit azon is múlik, hogy kibírja tovább idegekkel ezt a csatát, ugye gyakorlatilag a kerék-kerék után követik egymást. Féklámpák felvillanásából az élő közvetítés menetben a LED falakon lehetett látni, hogy ki mikor, illetve mindenki ugyanott kezd el fékezni, csak hogy előrébb van az egy picit korábban. Közönség is megtalálta saját magát integetnek. Miközben Kis Norvik továbbra is üldözi David Ryszeckit. Miközben 1,3 kör van hát. Annak már úgy néz ki, hogy a 4. helyen meg lesz. Ilyen pillanatban nagyon úgy néz ki, hogy ez a sorrendben most már meg fog maradni. És ha ez így maradna, akkor a mai napon Kis Norbert szerezné a legtöbb pontot a két futam összesítése alapján, ami azt jelenteni, hogy tovább növelheti előnyét az Európa-bajnoki tabellán. Mert holnap is lesz két futam, ezért az sem elhagyató szempont, hogy érdemes egyben tartani a kamionját, nem szabad belemenni olyan csínybe, ami adott esetben a holnapi indulást veszélyeztetné. Holnap is ugyanúgy időmérő edzéssel, szuperpóllal és versenyekkel folytatódik a nap, mint ahogy a mai nap menetrendje lezajlott időpontileg is nagyjából hasonló elrendezésben. Szó szerint új nap kezdődik, új időmérővel, új versenyekkel. Minden esetre szemmel látható, hogy minden egyes olyan lehetőséget kihasznál Norbi, ahol meg tudja magát mutatni David Ryszeckinek, hogy tulajdonképpen ott vagyok mögötted, és próbálja azért kicsit még feszíteni a húrokat, hogy hát valahol hibázni fog majd a cseh fiú. Hiszen mind ahogy tudjuk, és mi is elmondtuk, és ugye ők is ismerik egymást, a két cseh fiú közül egyik se bírja túlzottan jól a nyomást, tehát elképzelhető, hogy bele lehet halszolni valamilyen hibába, csak az a baj, hogy egyelőre még igazán nem jött el az a pillanat, ahol Norbi ezt a pontot meg tudná találni. Bő 2/3 körrel a vége előtt, lehet, hogy erre már nem is fog sor kerülni, mint ahogy az előbb elhangzott valóban, hogyha ebben a pozícióban ér célba, akkor is a legtöbb pontot a mai nap folyamán ő gyűjti a mezőnyből, tovább növelve ezzel előnyét az EB ponttáblázatban, és még néhány versenyszám szerint 3 hétvége, tehát 12 futam van hátra plusz a holnapi 2,
ami ott még lehet a pontokat gyűjtögetni, tehát még messze nem lefutott az idei EB sorozat. Ezt is figyelembe kell venni a versenyzőnek, amikor arról dönt, hogy milyen stratégiát, milyen taktikát alkalmaz valakinek a megelőzésére, ha egyáltalán meg akarja előzni. Egyébként Norbinak az egyik nagy erőssége az, hogy hajlandó a kivárásra autózni, tehát elközelhető és nagyon átgondoltan autózik, tehát lehet, hogy most már ő is inkább beáll a sorba, és azt mondja, hogy jó lesz az a harmadik helyig. A körülön pillanatban már szerintem mindenki megnyugodottabb a helyzésbe, amit sikerült összehozni. Ezt a Fanimán számára egy nagyon nagy öröm, hiszen felállhatod a bogolni felső futára. Viszont a történelem könyvébe úgy fog bekerülni ez a verseny, hogy viszonylag kicsik lesznek a különbségek az első három helyzet között, tehát az utókor inkább úgy is gondolhat erre a futamra, hogy hú, micsoda izgalmas, szoros befutó volt a vége, akármi is lehetett volna. Közben mi, akik itt vagyunk a Hungaroringen, vagy akik a közvetítésben nézik, figyelemmel követik az eseményeket, azok látták, hogy végig vonatozták a versenyzők, itt a verseny második és mindenképpen, és ebben a pillanatban egyébként átgurultak a célvonalon. Ebben a sorrendben az előbb is haladtak, tehát Stefanie Hahn, David Rusecki és Kis Norbert. Norbi tehát újra a dobogó. Norbi harmadik helye, illetve Johan Hahn negyedik helye, valamint az, hogy Adam Lackó kiesett ezen a versenyen, azt jelenti, hogy az összetettben az Európa-bajnokságon Kis Norbertnek 406 pontja van. Adam Lackó a második 313 ponttal, tehát 89 pont a különbség kettőjük között. Johan... Nem pontosan, de körülbelül. Johan Hahn a harmadik, 297 pontos, tehát 406 pontja van Kis Norbinak és 313 Adam Lackónak. Ez azért már egy tekintélyes különbség. Norbi driftel egy kicsit a pályán, egy power slide-dal köszöni meg a szurkolóknak. Úgy látszik ezekre a hátsó gumikra már nincs szükségük. És hát két verseny, Kis Norbi kétszer dobogón egyszer győzött, egyszer a harmadik helyen ért célba, úgyhogy azt hiszem, hogy kívánni sem kívánhatott volna nagyon jobb hétvégét ennél, tudva azt, hogy a Hungaroringen nehéz előzni, tehát Ausztriában meg tudta azt csinálni, hogy 8. hely, első futamot megnyerve, 8. helyről a második futamot is megnyerte, ott ugye 4-ből 4 versenyt nyert meg, de ez a Hungaroringen gyakorlatilag szinte lehetetlen, aztán majd holnap kiderül, hogy tényleg lehetetlene. Sportbirotán most még lelkesebben lengetik a színes zászlóikat, mint az előző futam végén. Nézzük akkor a sorrendet. Stefanie Hahn győzött a második futamon. David Brzezecki lett a második, ő fél másodperccel maradt el a hölgy versenyzőtől, a győztestől. Kis Norbert lett a harmadik, 1,2 másodpercet kapott mindössze a győztestől. A negyedik helyen Johan Hahn végzett, az ötödik lett Ellen Lohr, aki az első sorból indult, de aztán a fiúk egy kicsit betarálták. A hatodik lett Anthony Zseniek, a hetedik František Vojtisek, a nyolcadik René Reinert, a kilencedik Antonia Abbasete, aki pontot szerzett annak ellenére, hogy az utolsó helyről indult, sőt nem csak pontot, de pontokat. És a tizedik lett Sasha Lenz, aki még egy Európa-bajnoki ponttal gazdagodott így a mai napon. Hamarosan a díjkiosztóval folytatjuk a közvetítésünket innen a Hungaroringről. Ez itt továbbra is az FM 92,4 MHz, a Kamion Rádió, a Shell Hungarian Truck Festről, magyar kamionfesztiválról, ami a Shell jóvoltából, többek között a Shell jóvoltából jöhetett létre.